Taxus bakát, a tiszafa, hát nagyon sok videón van róla. Most azonban karácsonyfaként is előjött, ugyanis nagyon sok helyen, áruházakban, ilyen-olyan helyeken, éttermekben sokan látták, hogy hát ilyen tiszafákat díszítenek föl, vagy legalábbis tesznek rá egy égő sort, és aztán utána, hát igazából én is azt gondoltam, hogy hát akkor miért ne kínáljunk tiszafát, és hát igazából érdeklődnek iránta. És valóban, ugye a karácsonyja ugye az volt, hát most kérem szépen, akkor veszünk egy lucfenyőt, vagy veszünk egy normandot, egy vágottat, aztán kivágjuk, és hát ugye azért az, aki már nem az első karácsonyát tapossa, és ha csak így gyerekek miatt nem muszáj valamiért plafonig érő vágott fenyőt vásárolni, akkor azért mindig sajnálja a környezetszennyezés is, meg a kivágott növényt is, meg mindent. És akkor, na jó, de hát most már aztán akkor, hogyha tényleg van ez is fenyő, meg normandon, meg lucon, meg én nem tudom, erdei fenyő a kertbe, akkor most már aztán mit csináljak? Cukorsüveg is mondjuk még szóba jöhet. Akkor mondjuk lehet azt, hogy na, veszünk kérem szépen egy ilyen oszlopos, vagy egy ilyen karcsúra nyírt, kúpra nyírt tiszafát, amit talán tökéletesen ki lehet jutatni, és bármit lehet vele csinálni. Ugye a tiszafa az Magyarországon őshonos, a Bakonyban van egy ilyen ős tiszafásunk, ez egy nagyon szépen mennyi a tiszafa. Szerintem arra pontosan tökéletesen jó, hogy mondjuk valaki, aki már kevésbé hisz mondjuk a Mikulásban, meg mit tudom én, a Jézuskában, ilyesmi, tehát mondjuk tényleg mondjuk egy ilyen felnőtt család, akkor föl lehet díszíteni, nagyon szép zöld, utána ki lehet vinni, és el lehet ültetni. És ami nagyon fontos, hogy ez, mint a legtöbb fenyő, és hát mint az összes fenyő, amit én ugye forgalmazok, ez nem egy gyökerestől kivágott örökzöld valami, mint amit az utcákon meg itt ott lehet vásárolni, hanem ez egy földlabdás növény, egy kiföldlabdázott örökzöld, és ez a kiföldlabdázott örökzöld van betéve egy konténerbe, hogy az ön lakásában meg tudjon állni, és a földlabda és a konténer között igazából ilyen táblus földkeverék van, és ez a táblus földkeverék az, amit aztán mindenképpen az ültetőgödörbe tegyen bele. Minél később vigye be a lakásba, minél korábban hozza ki, akkor kihozta, akkor edze, tehát ne rögtön vigye ki a hűvösbe. Ha le lehet nyomni az ásót a földbe, tehát el lehet ültetni a növényt, akkor januárban is el lehet ültetni, akkor nem kell vele megvárni tavaszig. Most természetesen lehet azt csinálni, hogy valaki azt mondja, hogy nagyon-nagyon szép ez, hogy eltesszük jövőre is, és így kirakja. És azt kell tudni, a legtöbb örökzöld éttermeknél csodálatosan lehet látni mindig is százszámra elpusztuló örökzöldeket. Ugye a fő probléma az, hogy ez a felső rész maga a növény, ez bírja a mínusz 20-at meg a plusz 40-et. A probléma az, hogy ugye maga ez a konténer fagyhat át, vagy forrósodhat át. Tehát azt tudom javasolni, hogy aki valaki azt gondolja, hogy akkor ezt elteszi jövőre, akkor cserepestül együtt ültesse el, tehát cserepestül együtt süllyesz el a földbe, takarja be, ott növekedjen, és akkor gyakorlatilag mondjuk jövő novemberben majd kiszedi újra, és azt egy pár évig el lehet játszani, egy-két év után érdemes egy picit nagyobb ültetni. Tehát tulajdonképpen nem csalás, nem ámítás, ez a világ legegyszerűbb tiszafája, viszont tökéletes megoldás arra, hogy a vágott karácsonyfára kidobott pénz, mert tulajdonképpen tényleg utána kidobjuk azt a fát, nem kis ökológiai lábnyomot hagyva magunk után, hát ehhez pedig lehet egy nagyon szuper tiszafánk, ami egyébként a klímaváltozás szabályainak is megfelel olyan szempontból, hogy a tiszafa, tehát ha egyszer a tiszafa majd már nem marad meg Magyarországon, akkor mi már nem fogunk itt élni, mert akkor itt már vége a világnak. Szóval a tiszafa az egy minden kórokozónak, kártevőnek ellenálló tökéletes, nagyon szép gyönyörű örökzöld növény, amit nagyon nagy művészet kipusztítani tulajdonképpen. Az első évben gondozzuk, öntözzük, akkor utána tényleg örök élet meg egy nap, úgyhogy ilyen szempontból is egy tökéletes döntés lehet egy ilyen nagyon szép örökzöld a kertünkben, és előtte pedig karácsonykor.